Jó napot kívánok! A Győr megyei jogú város önkormányzata és a Győri Művészeti és Fesztivál Központ nevében sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves furuljásokat, gyerekeket, felkészítő tanárokat, szülőket, kísérőket, kedves vendégeket. Én Horváth Ferenc vagyok, már sok ilyen csodálatos fesztiválon közreműködtem, igyekszem most is jó házigazda lenni. Szeretve szolgálni a nemes figyet. Ma pedig különösen nemes, hiszen nagy ünnepnek vagyunk részesei. A 30. Furulja Fesztiválnak. Ünnepen részt venni mindig jó, legyen ez ma is. Kívánom, hogy sikerüljön egymásnak átadni, és magunkba befogadni azt a művészeti tudást és jó érzés, amiben most vagyunk, leszünk. Mindenkinek szép élményeket és kellemes szórakozást kívánok. Elsőként Cidra László Régi Magyar Táncok című bűteményéből hallhattunk három darabot. Csemballó és ütő hangszeres kísérettel közreműködött a fesztivál tanári együttese. És egyenként fogunk szólítani a kedves tanárokat, Justini Láti Etelkát, Eger Józsefné, Éva Léon Fégersz, és két tanítványát, Magdaléna Albrecht és Tanya Hartmann. Kovács Bálint, László Balázs, Mecsér Krisztina, Németi Mátás Erzsébet, Pak Adrián, Pak István, Kérti Borléva, Rehoffer Gábor, Sankvánc Szarolka, Sankvánc Géza, Kóth Kinga, Zargány Bella Tünge, Zsimony Gábor, Sipos Tamás névezetésével. Melyek Andrea Csembalón, Makas Zsolt ütőhangszerekkel játszott. Második műként kérem hallgassuk meg Leonard Cohen Halleluja című szerzeményét, ami sokak számára ismerős a Shrek című animációs filmből. A tanári együttes kiegészül az összes résztvevő furuljás gyermekekkel. A furulja zenekari átiratot Zimonyi Gábor készítette. Szólót énekel Vince Gábor Péter, a Győri Nemzeti Színház színművésze. Hallom, létezett egyszer egy titkos akkord, amit Dávid játszott, s az Úr kedvére volt, s bár téged nem érdekel, elmondom újra. Az ötös követte a négyeset, így moll egy dur, s már is megszületett, s a király zavarban súgta, halleluja, 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 halleluja. Bizonyság kellett, már volt hited, a háztetőn állt, s hosszan nézhetted, a hold fényében fürdött, kivirulva. És megbűvölt, és levágta hajad, leláncolt, széttörte trónodat, és ajkadról ellopta végleg, halleluja, 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 halleluja. Tudod, jártam már régen itt, ismerem szobádnak sarkait,
magányon átvitt hozzád a véletlen útja. A díszkapun láttam a címeredet, de a szerelem nem dicső fáklyás menet, csak egy fázós, kicsit fáradt, halleluja, 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 halleluja. És volt idő, mikor elmondtad még, hogy ott belül milyen a helyzeté, de ezt már sosem hallom tőled újra. Pedig úgy költöztem én beléd, hogy galambot hoztam, hogy nézd, de szép, és együtt lélegeztük, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Mondod a nevet, csak vitorlom, pedig én ezt a nevet még csak nem is tudom, de mit számít neked, ha bárki tudja? Mert minden szóban fény ragyog, és mindegy, hogy melyiket dúdolod, hogy szent vagy összetört, a halleluja, 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 halleluja. Én próbáltam, hát ennyi telt, kezemre érintés nem felelt. Igazat mondok, bármi szép vagy csúnya. És meg lehet, hogy tévedek, de a dal ura elé úgy léphetek, hogy nyelvemen nincsen más, mint halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja. Köszönöm szépen. Nagyon szépen kezdődött ez a kérdés. És most pedig tisztelettel felkérem a fesztivál megnyitására Feketéné Kovács Zsuzsanna szervezési referens tanárnő, a polgármesteri hivatal intézmény fenntartói osztály részéről. Tisztelt igazgatóra! Tisztelt tanárkollégák, tisztelt szülők, vendégek, de mindenek előtt kedves Füriától diákok. Győr megyei jogú város önkormányzatának, dr. Dézsi Csaba András polgármester úrnak az üdvözletét szeretném tolmácsolni önöknek nektek. Ezen a jubileumi 30. Furia Fesztiválon, ahogy megtudtam a szervezőktől, napra pontosan 30 évvel ezelőtt volt az első ilyen fesztivál. És milyen nagyszerű, milyen remek gondolat volt a szervezőktől, hogy nem egy Furia versenyt indítottak útjára, hanem egy Furia Fesztivált.
Az életben annyi versenyszituációban van részünk, nektek is, kedves gyerekek. Versenyzünk a jobb jegyekért, versenyzünk a felvételért, érettségi, az érettségi is egyfajta versenyszituáció. Mennyivel jobb hangulata van annak a szónak, hogy fesztivál? Ha megnézzük az értelmező szótárban, azt írja a fesztiválról, hogy ünnepi játék, kulturális ünnep, művészeti bemutató, seregszemle. Milyen jó, hogy ma nem versenyezni jöttünk, hanem fesztiválozni, ünnepelni. Egy versenynek vannak győztesei és vannak vesztesei. A fesztiválnak csak és kizárólag nyertesei, győztesei vannak. Gondolom, magát a zenetanulás folyamatát azért nem mindig ünnepnek élitek meg, hiszen rengeteg szorgalomra, gyakorlásra van szükség, hogy olyan szinten megtanuljatok furulyázni, hogy egy ilyen óriási seregszemlé ki lehessen állni, szerepelni. Abban is, hogy erre a mai fesztiválra felkészültetek, bizonyára rengeteg munkaóra van. Ha most megkérdeznélek benneteket, gyerekek, hány órát készültetek erre a mai alkalomra? Tudna valaki választani? Igen? Rengeteget. 10-nél biztos többet. 20-nál? Valószínűleg annál is többet. De nem tudom, gondoltok arra, miközben gyakoroltok, hogy bizony-bizony nagyon sok minden más is fejlődik közben, hogy zenét tanul az ember. Számos olyan készség és kompetencia fejlődik, amire nem is gondolnánk, mi minden. Fejlődik a memóriánk, a kreativitásunk, a figyelmünk, a koncentrációs készségünk, a kommunikációs készségünk, az együttműködési készségünk, és még szerintem hosszan sorolhatnám, és ezek mind-mind olyan készségek és kompetenciák, amire majd a felnőtt életben szükségetek lesz. Mondhatnánk azt is, hogy aki zenét tanul, az egyben a munkaerőpiacra is felkészül. Biztos, amikor gyakoroltátok a furulyozást, ez nem jutott eszetekbe, jusson az ember az eszetekbe, hogy tulajdonképpen a munkaerőpiacra is készültek. Kodály Zoltán írta a zene személyiségfejlesztő hatásáról, ilyen módon, aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegít sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Legyen így ez a ti életedben is. Nem maradt más hátra, mint hogy szívből gratuláljak a fesztivál szervezőinek, különösen is Sipos Tamásné zenetanárnak, aki a kezdetektől szakmai vezetője és résztvevője a fesztiválnak. Szeretek, igen, megérdemelni. Sok szeretettel gratulálok a felkészítő tanároknak is, hiszen rengeteg munkájuk van a mai napban, szerintem ők is megérdemelhetnek. A legnagyobb gratuláció viszont titeket illet, gyerekek, akik a mai napon zenélni, furulyázni fogtok. Tapsoljuk mindenkit! Legyen ez a mai délután egy örömzenélés, érezzétek jól magatokat, élvezzétek a saját és társaitok muzsikáját, produkcióját, és ezennel ezt a jubileumi 30. Furulya Fesztivált ünnepélyesen megnyitom. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük ezeket a biztató és dicsérő szavakat. Azt hiszem, ilyen megnyitó után mindjárt kellemes kedvünk van, és örömmel folytatjuk a fesztivált. Kedves vendégek, kedves gyerekek, az ünnepi esemény kapcsán a szervezők egy nagy műélményt adó meglepetéssel készültek. Olyan vendégeket hívtak, akik a Furulya család ritkán hallható, látható hangszerét mutatják be. Éva Leoni Fégyes tanárnő és két tanítványa, Magdalena Albrecht és Tanja Hartung.
Kérem Kovács Bálintot, legyen segítségünkre a következőkben. Szóval ezek a hangszerek a Petszolt Fúria család tagjai. Egészen különleges hangszerek, manapság nagyon ritkán látni őket. És átesetben akkor szólt Éva, ő fogja bemutatni ezeket a hangszereket. Ő jelenleg az Eszmeseti Konzervatóriumban dolgozik, mint fúria professzor. És ő pedig idegszem a lehető legfontosabban le fogjuk tenni azt, amit ő mondani fog ezekről a hangszerekről. Wir freuen uns wahnsinnig, heute hier sein zu dürfen und es ist total beeindruckend, wie viele junge und nicht mehr ganz kleine Gesichter hier sind und wie viel Engagement dahinter gesteckt wird. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Nagyon szépen köszönjük a meghívást erre a nagyszerű fesztiválra, és igazán lenyűgöző számukra, hogy ilyen sok fiatal fúriás is részt vesz ezen a rendezvényen, és hogy ilyen lelkes szervezési munkálatok állnak ennek a rendezvénynek a megvalósítása mögött. Petzold heißen sie einfach nur wegen des Bauers, das war ein Herr Petzold. Das sind Instrumente, die einfach sehr, sehr tief klingen können. Oder auch ein bisschen höher, das sind verschiedene Bassinstrumente. Ezek a Petzold fúriák az elnevezésüket a hangszerkészítőről, Herbert Petzoldról kapták, aki az 1970-es években fejlesztette ki ezt a hangszert. Ezek alapvetően mélytekésű, úgynevezett basszus fúriák. Ezekből itt most különböző méretű hangszereket láthatunk. Az a szisztéma, hogy minél nagyobb egy fúria, annál mélyebben szól. Und ganz gleich über der Blockflöte geht die Luft hier in das Mundstück, also in den Schnabel rein, wird dann hier einmal umgeleitet und geht dann hier. A hangképzési alapötlete ennek hangszernek nagyon hasonlít az általunk ismert fúria típusokhoz. Úgy működik, hogy a fejrészen keresztül befújt levegő egy kört tesz a hangszert a belső testében, tehát hogyha ezt egy egyenes csőként képzelünk el, akkor ezt fölé lehet szinte hajtani, ezt a leálló részt, és végig megy a levegő a hangszerben, és itt az anyján van még egy lyuk, ahol a levegő távozik. Und mit diesem Instrument kann man natürlich ganz klassische Musik spielen. Aber man kann auch ganz viele neue lustige zeitgenössische Klänge machen, weil besonders in der neuen Musik gibt es dieses Instrument sehr viel. Különösen kedvelt a kortárs komoly zenében, aminek bizonyos áhazatainak az a sajátosság, hogy különböző hangzásokkal kísérletezik, új hangzásokat próbál ki, amik egy egészen másfajta technikai megvalósítást várnak el az előadó művészből. Genau, und wir haben zwei Stücke mitgebracht. Das eine ist ein sehr altes Stück, was natürlich eigentlich überhaupt nicht auf diesem Instrument hier gespielt wurde. Das ist Pastime Compline von Heinrich dem 8. Und dann haben wir noch ein unterhaltsames Stück mitgebracht, das eigentlich auch nicht unbedingt für diese Instrumente geschrieben wurde, sondern für die Notenaufführung. Aber wir nehmen uns heute heraus, das einfach auf diesem Instrument zu spielen. Das heißt Ankündigung. Most következőkben kettő olyan darab hallgató, ami eredetileg nem ezekre a fúriákra lett írva, ugyanakkor azt gondolják, hogy nagyon szépen megvalósítható ez a két darab, fogadják sok szeretettel.
Köszönjük szépen ezt a különleges élményt, és további sikereket kívánok Önöknek. Kedves vendégek, és hamarosan folytatódik a gyerekek műsora. Felkérem most majd hamarosan a Bartók óvoda óvodásait és kedves óvónőket, hogy készüljenek fel a következő műsorra. Ők következnek, a Bartók óvoda. De miközben ők fölvonulnak, egy kis verssel hadd köszöntsem a kedves közönséget. Az a cím ennek a versnek, hogy a kis furulás. Fújjad, fújjad, muzsikásom, újjad lyukra zárva, rést enged vegyen világra a dalos madárka. Nézlek titokban gyönyörvel, míg az ovolult lesed, s a csavargó kis huncut hangokat keresed. Hogy megértsed, hogy érezzed, kezd előről újra, és a hangok most már hittel röppennek, hol súgva, hol derűs csillingeléssel a lelkekre búva.
Most pedig a Bartók óda óvodásai következnek, és felkészítő pedagógusok Molnár Kinga és Simon Kovanec Lévi. Kedves vendégek, most pedig a Kazinczy Ferenc Gimnázium Tilinkó Furja Együttese következik, és Zerg Zoltán írja a Tilinkó című meséjében, a pásztor Tilinkóján olyan nóta ömli, amelyikben nem csak a pásztor öröme és bánata énekel, hanem a felhők, fák, hüvek, virágok bánata és öröme is. A Kazinczy Gimnázium tanulóinak műsorán fogjuk majd hallani a Mozart varázsfuvolájából a bűvös csengettyű. És ebbe a bűvös csengettyűbe Papagino, emlékszünk rá, a madarász megszólaltatja a bűvös harangjátékot, melyben van egy kórus, az pedig énekli a bűvös csengettyűt. Édes hangú csengettyű, bárcsak mindig szólna. Éltünk napja gyönyörű, mindig boldog volna. Jó barátság szívhez szól. Búban, bajban érted,
s enélkül tudjuk jól, nincsen boldog élet. És most a Furu Együttes műsorán a következők lesznek: Angyalok, egy francia karácsonyi dalok feldolgozása, majd utána Mozart varázsfogolok művös csengetjű, közreműködik Börzsely András Karié, Horváth Laura, Horváth Lanka, Nagy Noel szólófúrja. Felkészítő tanár Rácz Ákota. Cifra volt a bok, füstös a fúrja. A szomszédunk adta volt egy öreg fakulát, juhászbojtát, csonka volt a bot, szilva a fúrján. Bőrszavakat is adott, a bocs a fúrja használatához nekem a védnuka. Az ember ott kezdődik, s ott a juhászbojtát, ha jól fogja a botot,
a szépen fújjál. És később se kellett gazdagabb vagyura, minden vagyon ez volt egy bok és egy fújja. És most fogadjuk sok szeretettel a Kodály Zoltán énekes feltalános énekzene és általános iskola fújásai 15 fővel jönnek. Felkészítő tanárnő Nej Andrea, és ami a műsorokon lesz, gyerekdalok. Két gondolatot. Az egyik gondolata inkább a felnőtteknek szól, de bizonyára érdekes és hasznos lehet. Gábor Gézának van egy nagyon kedves regénye, a Bigi. Ez egy kislányról szól, és ebben van egy nagyon fontos gondolat. Nem az elröppenő boldogságot kell keresni, hanem a fundamentális, ami alapot ad életünkhöz. És egy másik idézet Gábor Gézától, titkos naplójából. Minden, amiben lelkileg gyönyörködünk, kapcsol a végtelennel. A természeti szépségek, a művészeti alkotások, zene és a költészet. Most a Gábor Géza általános iskola fúrja együttese következik, gyerekdalakat adnak elő, felkészítő tanár Németné Mátyás Erzsébet.
győzelmaiak következnek, míg a helycsere megtörténik, ismét egy furulyás vers, egy angol vers még hozzá. Jött ma egy utcai furulyás, olyan szép volt a dala, oly csodás, hogy vitt bennünket, ahogy tengerünk. Nyíltak az ablakok, és nagy, kicsi mind a kapuvakok. És a kovács lecsapta köröjét, s lánytak a kötényben az asszonyunk. A sok fakkék pici láb kopogva mind visszatáncolt az aranykorba. Boldog, tavaszba volunk fél óra hoztatva az utcán, mert játszott egy utcai fiújás. Most pedig a Győrzámai Általános Iskola furulyaütöse következik. Műsorán gyermekdalok lesznek a nagyvilágból. Magyar, német, francia és libériai, afrikai dalok fognak felhangzani. Felhőkészítő tanár Vargáné Bella Tünde. Széchenyi Egyetem Zeneművészeti Intézet furulya dvója következik, perceken, pillanatokon belül. De mielőtt ők szerepelnének, egy vers részletet szeretnék felolvasni, Sík Sándor Papp költő írja,
nagyon szépen fogalmaz meg, hogy ugyanez a világban élünk, de valamelyik embertársunknak ez megfelel, valamelyiknek meg jobban érzi magát benne. Síd Sándor írja, elhajó világ, ez a világ jó világ, rajta Isten írja, mégis egyik fancsalom, a másik meg az angyalok szúrjáját szúrja. Azt hiszem, sokan egyetértünk ezzel a kedves idézettel, és most pedig a Zeneművészeti Intézet két gurúja következik, zenei vezető Prehoffer Gábor, méghozzá előadják Telemann B-dur Kánon szonáta első és harmadik tételi, Szegedi Réka és Prehoffer Gábor előadásában. Thank you.
Köszönjük szépen a Mester és Tanítványnak közös szereplésért. Most pedig a Nádorváros Ének Zene Általános Iskola következik. Műsorukon három dalt fognak előadni. Giovanni Perugi da Pellastrina, Jézus Rex Admirabilis, ismeretlen francia szerző Bram és Wolfgang Meyerhoff spirituálé. Az idei repertoárjuk emléket állít a 430 évvel ezelőtt elhúnyt reneszánsz zeneszerzőnek, Pellastrinának, aki egyházi szerzőként vokális művészetével jelentősen hozzájárult a későbbi korok zenei stílusához és harmónia világához. Ritmus hangszereken játszik Budai Mózes és Berec Benedek, Furuján közreműködik Pap Adrián és Tóth Kinga, felkészítő tanár László Balázs. Thank you.
Köszönjük szépen a Metrum Kurulya Mérzeg nagyon szép műsorát, és most pedig a Szabadkai Iskola következik. És műsorokon erdőről zenék is, erdőről is fognak kurulyázni a gyerekek, és talán ez a kis vers a természet és a zene közelségét hozza, bizonyítja. Benedek Elek, szeresd a fát! Szeresd a fát, és ő is érez, szép gyöngényű leveléhez. Ágát ne tölt, lombját ne tépjek, hagyd annak, ami éknek, szépnek, ne bázd a fát. Ő is anya, minden levele egy-egy gyermek, gonddal nevelve, és gyermek minden ágacskája, szeretettel tekints föl rá. Szeresd a fát! Édes gyümölcsét várva várod, és mégis letépnéd a virágot. Szegény virág gyorsan elszárad, s te bánkódol majd, késő bánat. Ne rázd a fát! A versrészlet után a szabadhegyi két tanítási nyelvű magyar német általános iskola és gimnázium Vivala Musica fúrja együttese következik. Műsorukon három dal fog elhangzani, Grimsvis, Kodály, Jankovics zöldertőben és Anonymous angol tánc. Felkészítő tanár Heged József. Kedves vendégek,
A Gyárvárosi Általános Iskola foglalásai következnek. Miközben ők készülnek és feljönnek, a tavaszról is fognak egy dalt játszani. Egy nagyon rövid versrészlet Várnai Zsenitől, itt a tavasz. Ez a vers nagyon szépen köszönti a tavaszt. A tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok. Újjá születnek, és a bogarak azok is mindig újra zsonganak. A madárdal is mindig ugyanaz, újjá teremt őket a tavasz. A Gyárvárosi Általános Iskola Fülőegyüttesének műsorán szólj, sík, szólj, es, eső, es, pörcös pogácsa, tavaszi szél vizet áraszt, szélről legeljetek. Felkészítő tanár Pércsi Kornélia. Szép falu. Győrtől nem olyan messze, nem régen voltam ott. Nagyon szép felújított parkja van, és szép kellemes sétát lehet tenni javaslat és turizmusnak. Most pedig a mosonszolnoki felújások következnek. De mielőtt sor kerülve elnek, Garai Gábortól egy nagyon rövid versrészlet, amit beállnak a kedves felújások. Azt írja Garai Gábor egy versében, jöjjetek gondvűző dalok, jóról vagy jajról szóljatok, csak jöjjetek. Zendüljetek lelket lobbantó hangszere, s örvényük bennünk a zene, szívünk is fölzendül vele. És most fölzendül a mosonszolnoki fújásoktól, akik reneszánsz táncokat adnak elő, világító négy évszak tavasz részre, és vivál a muzikát. Felkészítő tanár Salcer Géza. Thank you.
Hogy Szent Benedek Európa védőszentje 1964-től. Engedjék meg, míg a gyerekek felvonulnak, tanácsából, a tíz tanácsából, amit javasol az életünkhöz, ötöt felolvassa, nagyon sokat segíthet nekünk. Munkával tartsuk karban a szellemi egészséget. A második, alakítsunk ki napjaink ritmusát, rendszeresen töltekezzünk és fejlődjünk. Legyünk fegyelmezettek, uralkodjunk időnkön. És az utolsó, ami nagyon fontos mindnyájunknak, figyeljünk oda mások szükségre teljére, ne csak a magunkéra. Ezt javasolja Szent Benedek, de azt hiszem, ezek olyan információk, tanácsok, amelyek napjainkra nagyon érvényesek. És érvényes ez a szép zene is, amit most fognak előadni a Győrszent Iván Szent Benedek általános iskola fura együttese. Három dalt fognak játszani, Lip Brown amerikai dal, Giorgio Maiero ungarska és Haydn induló. Felkészítő tanárok Mecsé Krisztina és Mátis Bódai Krisztina. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük, további sikereket kívánok a gyerekeknek és a kedves tanárnőknek. Most pedig három iskola fordulásai következnek. A Moson Szent Miklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Bezi Általános Iskola közös fúrja együttesének műsorát hallhatják. Nagyon röviden arról, hogy mit fog elhangzani, hogy Oroszlán király, bizonyára sokan ismerjük a régiúrból, a rajzfilm főszereplő egy fiatal oroszlán, Szimba, aki az afrikai szavannákon megtanulja, hol a helye az élet törfolgásában. Mi alatt számos akadályon megküzd, hogy ő lehessen a törvényes király. Szerencsés egybeesés, hogy a Győri Fúrója Fesztivál és az Oroszlán király is idén ünnepli 30. születésnapját. A dalokat Elton John szerezte, a filmzene Hans Zimmer munkája. A rajzfilmben szereplő komikus szurikáta, Timon magyar szinkron hangja, a Győri Nemzeti Színház színművésze, Vince Gábor Péter, aki örömmel vállalta a közös fellépést a Fúrója együttessel. Műsorukon elsőként az Oscar-díjat kapott Érzed már a szív szalát című dal, Fúrója zenekari átiratát hallhatjuk, másodikként pedig a világhírű szerzeményből a Hakuna Matata. Hát az én időben nagyon emlékszem erre a mondatra, az oroszlán király mindig mondta Hakuna Matata, nem tudom, gyerekek emlékeztek erre a szólásra. Mit jelent? Azt jelenti, hogy minden rendben van, semmi gond, ne aggódjál. Azt hiszem, ez ma is jó, hogy tudjuk mondani egymásnak a Hakuna Matata. Közreműködnek a Moson Szent Miklósi Széchenyi István Általános Iskola és Művészeti Iskola ütő hangszeresei Bakacs Zsolt vezetésével. A Fúrója együttes felkészítő tanára, hangszerelője és zenei vezetője Zimonyi Gábor. Sok sikert a tervezésnek! Látom én, mi készül, a szívek húrja zsong. Ha elcsábítja tőlünk, majd így lesz a trióból duó. A vágy tüzében égve, varázslat minden szó. A vonzóvad románc csak elvakít, a vészen látható. Érzed már a szív szabát, a béke égig száll. Egy perc elég, ma minden összeáll, és egymásra talál. Érzed már a szív szabát, a béke égig száll. Egy perc elég, ma minden összeáll, és egymásra talál. Annyi minden történt, de hogyan kezdjem én? Mert elkísér a múlt oly makacs, hogy alig van remény. Szót sem értem, hogy meddig és mit vár, hogy miért nem lép a trónra ő, aki a törvényes király. Ha érzed már a szív szavát, a béke égig száll. Egy perc elég, ma minden összeáll, és egymásra talál. Érzed már a szív szavát,
a béke égig száll. Egy perc elég, ma minden összeáll, és egymásra talál. Egy perc elég, ma minden összeáll, és egymásra talál. Köszönjük szépen. Közben szeretném, amíg átállnak itt, egyetlen egy történet, hogy én most ezt 30 éve énekeltem a szinkron stúdióban föl, ennek a rajzfilmnek, és később nagyon sok részt csináltunk még a televízióknak, különböző ilyen mese sávokban. Sokszor annyira röhögtem saját poénjaimon, ugye, amit leírtak szöveget, hogy nem bírtuk folytatni a munkát a szinkron stúdióban 20 perc szünet. És szeretném elmesélni a bemutatója, az 1994. december 1-én volt, és oda el tudtam vinni az akkor 4 éves fiamat, aki ma 34 éves és hát filmrendező. De hogy lényeg az, hogy együtt ültünk, és ő azt látta, hogy a Timon, amikor beszél a mozivásznon, és mindenféléket csinál, meg jó pofákat mond, akkor nagyon nevetnek a nézők. És akkor odafordult hozzám a fiam, hogy apa, ezek nem tudják, hogy ez te vagy. Mondom, nem kisfiam, ilyen a szinkron színészet. Na most milyen az élet, hogy most 30 évvel később itt állok önök előtt, mint Timon magyar hangja, és elénekelhetem ezt a nagyon kedves kis dalt. Köszönöm szépen! Köszönöm. Hakuna Matata! Milyen gyönyörű szó! Hakuna Matata! Nem ráz mégis jó, csak annyit jelent, szép az élet itt lent, tiszta élvezet, a bölcselet. Hakuna Matata! Hakuna Matata! Ja, ez a motto! Milyen motto? Mindegy, az a fő, hogy neked nincs! Figyelj, kölyök! Ez a két szó minden bajt megold! Hold biztos! Vegyük például Pumba esetét! Mert! Csak süldő malac volt még! Süldő malac voltam még! Így még szebb, köszi! Ő kicsi kora óta büdös, mint a görény! A sagától elszédülne mind, aki él! Csak a lelkem szép, de a testem rút. Ez a tény kiszagol a barát, s elhúz. Milyen csapás, ki ne tudja más, a nevem is gyaláz, gyaláz vagy gyaláz. Senki voltam, mit éreztél, hogy szakadna rá? Hé, Pumba, ne a gyerek előtt, bocsi. Hakuna Matata, milyen gyönyörű szó. Hakuna Matata, nem ráz mégis jó. Csak annyit jelent, szép az élet itt lent, tiszta élvezet, a bölcselet. Hakuna Matata, Isten hozott szerény hajlékunkban. Tényleg itt laktok? Ott lakunk, ahol akarunk. Na ja, ott a haza, hol akarja. Gyönyörű szép, rájuhoz! Egyedül meg tudnék enni egy egész zebrát. Ó, hát a zebránk az sajnos kifogyott. Antilop? Az sincs. Víziló? Az sincs. Figyelj, kölyök! Ha velünk laksz, azt eszed, amit mi. Nézd, ez a fatörzs ízes lárva csemegét rejteget. Mi ez az izé? Lárva. Hogy tetszik, öcsém? Fúj, de óriási. Akár a csirke, szaftos és tápláló. Ez is egy ritka finomság. Pikáns, de kellemes a szabata. Tanuld meg élvezni. Én mondom, kölyök, ez a jó élet. Semmi szabály, semmi felelősség. Csupa krémes töltelék, és mindenek fölött tök nyugi. Hogy tetszik? Hát nem rossz. Hakuna Matata, szaftos és tápláló. Ez az!
Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna. Csak annyit jelent, szép az élet itt lent, tiszta élvezet a bölcselet. Hakuna Matata, 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 Hakuna Matata. Köszönjük szépen! Köszönjük Zsimonyi Gábornak, hogy meghívott! Köszönöm szépen! Most még csak annyit bocsánat, hogy most jutott eszembe, hogy egyszer én is furuljáztam színpadon, megtanultam direkt. Körülbelül 20 éve Szolnokon vendégként játszottam a János Vitéz címszerepét, és akkor hát ott a János Vitéz ott a patakparton furuljázott. Azt akartam mondani, hogy ma már nem tudnám elfurujázni, mert az régen volt. Még egyszer köszönök mindent, nem tudom, hogy kell most, kinek kell adni a mikrofont. És következik, ha szabad ezt mondanom, egy fő fog szerepelni. Én magamban úgy fogalmaztam a kedves felvező Irénkével együtt, hogy most a Furulya Fesztivál egyik évköve következik. Egy olyan fiatal ember léttel, természetesen Furuljába, aki az előző fesztiválok majdnem mindegyikén szerepel, de közben még tovább is képezte magát, mindezekhez szívből gratulálunk, ő pedig Kovács Bálint Furulya művész, zenepedagógus, városunk elismert művésze, fogadjuk szeretettel! Nagyon szépen köszönöm ezeket a kedves szavakat, és nagyon örülök, hogy ma itt lehetek, ma ismétik lehetek. És először is szeretném jelezni, hogy a kedves közönségnek egy számomra ez egy nagyon különleges nap, hiszen ezen a mai rendezvényen mindkét magyarországi kuratórium jelen van, Vargáni Bella Tündenál, aztán a zeniskolai tanulmányaimat. Megiszti tanácsom szemben, amely a illetve Bárófer Ágot tanárulat. A gimnázium névével kicsit. De azért köszönöm, hogy ilyen megszólt Furulyát, arra gondoltam, hogy először röviden bemutatnék néhány alternatív játéktechnikai dolgot, és utána pedig Rákoffer Gáborral közösen eljátszanák Antonio Vivaldi nagyon ismert C-dur, ugye a versenyének második Largo és harmadik Allegro tételét. Csak nagyon röviden szeretnék pár szót szólni erről a hangszerről, amit a kollégák már előnek magas színvonalon bemutattak. Érdekes, hogy szeretném megmutatni, hogy a hangszernek a mindenki jövő lehet. Egészen hangosan is lehet. Egészen halkan. És a hangos billentyűt használatnál? A hangos billentyű használatnál arra is lehet figyelni, hogy a lefogott hangok megszólalnak. Hallatszik?
nagyon különleges effekteket lehet csinálni a levegővizetéssel, illetve azzal, hogy milyen artikulációkat, milyen nyelvmozdulatokat végzünk ennek a hangszerek megszólalásával. Egy különösen kedvelt vajta az úgynevezett pörgőnyelv, amikor a fúriában egy nagyon határozott, sok levegős mondunk, ekkor a hangszer egész különleges hangokat ad ki magában. Szinte a köpködésnek a folyamat megterült, ezért is egészen sok pillanatban hangot lehet ebből a hosszabb előcsönbe.
Szintén gratulálunk, és azt hiszem minden egyetértünk abban, hogy a jövő Furulya művészete érkezett. Kedves vendégek, és most egy olyan személyt szeretnék bemutatni önöknek, bejelenteni, aki nélkül mi most nem lennék itt. Mert nem lenne fesztivál, nem lenne ez a mostani csoda. Tudjuk jó, hogy minden kezdeményezés mögött egy ember áll igazából, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetünk, aki sok-sok közreműködőnek, szülőnek, közönségnek szerzett nagy-nagy örömet, hogy elindította, és mai napig gondozta, ápolta, és szakmailag szervezte ezt az immár 30 éve tartó fesztivál. Ő pedig Sipos Tamásné tanárnő. Sokáig legyél a Furulyás mozgalom barátja, elkötelezett híve, szerelmese. Köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat, megmondom őszintén, nagyon jól estek. Annál is inkább, hogy ez a 30. fesztivál ennyire sikeres, mint ahogy ez a délután mutatja önöknek, és hogy jó volt, hogy elindítottuk. Mert még 30. alkalommal is tudunk mit újítani, tudunk mit nyújtani. Én most itt a kezembe tartok egy olyan lapot, amikor az első fesztivált megtépettem az iskoláknak. Akkor nem volt e-mail, messenger, meg mindenféle média dolog, hanem ezen megírtam, hogy lesz ez a fesztivál a Muraiskola aulájában, jelentkezzenek műsorral, hány főben jönnek, és így tovább. Aztán sokszorosítottam, iskolákhoz eljutottam, és ezt a mai napig őrzöm. Ez pontosan február 94. február 21-én történt, az volt az első alkalom. A másik, amit szeretnék mondani, hogy miért jött létre ez a fesztivál, és miért gondolom azt, hogy mindenünknek jó. Mert amikor 180 gyerek együtt muzsikál, és ezt a 30 év alatt mindig megtettük, az elején, a végén közös számokat, népdalokat, kármokat adtunk elő, az valami fantasztikus élmény, gondolom én, de szerintem gondolják önök is, amit hallották, hogy az elején, amikor játszottuk a gyerekek a halálújában lehetővészetet, valami fantasztikus volt. És ezért jó, hogy ilyenkor találkozunk, egy évben egyszer összejövünk, így egymásnak muzsikálunk is, mert ahogy hallhatták, nagyon kis rövid műsorokkal készülünk azért, hogy mindenkire sor kerüljön, és mindenkit meg tudjuk hallgatni. Ugyanakkor közösen is tudjuk muzsikálni. 30 éve, mint mondtam, a Móriási iskolából indultunk, és a harmadik Furulya fesztiválon ott volt Petőfi Gábornéné, majd fognak vele találkozni egy kicsit később, aki látta a fesztivált, látta, hogy milyen ügyesek a gyerekek, és megkérte az önkormányzatot, hogy a Városháztat tisztelmében tarthatjuk-e továbbiakban ezt a fesztivált. Tehát a negyedik fesztiváltól már a Városháza tisztelmében voltunk, és ott játszottunk. Aztán felépült ez, illetve felújították ezt a zsinagógát, és akkor ide kerültünk. És köszönjük szépen, hogy ez így lehetőséget adott nekünk, hogy így játszhatunk. A 30 év alatt először is szeretnék köszönetet mondani ezért az élményét, amit ma is kaptam, meg úgy a 30 év alatt. A Furulyát választó örömmel lelkesedéssel játszó gyerekeknek, elkötelezett felkészítő tanárnak, és a szülőknek, akik engedik, hogy gyakoroljanak otthon. Mert nem mindenki engedi, jöttek már úgy hozzá, hogy az anyja, hogy a fűtőszobában aztán próbáljuk. A 30 év alatt 5410 fogulás fordult meg a fesztiválon, 393 együttes, 48 iskola, 72 felkészítő talál, hozta létre ezt a csodát. Amit látják, nagyon sok embert megmozgattunk, és megmozgattunk a továbbiakban is. Hangversenyt, az első fesztiválon induló iskolák közül ma is jelen van, tehát a 30 évvel ezelőtt már itt volt az iskola, a Kazinczy Gimnázium, a Dárdony iskola, a Szabadhegyi iskola, a Gyárvárosi iskola és a Győrzámon iskola. Kérek egy tapsot! Köszönöm.
Köszönetet szeretnék mondani a Győr-megyei Város Kulturális Irodájának, ami egy sok-sok városi fesztivál mellett a Fúria Fesztivált is támogatja. Azon kívül a fesztivál irodának, akinek a munkatársa, a segítőtársa, mert nélkül ők azért ennyire flottul nem menne a dolog, és még több dolga lenne. De van egy történet rendezni. Köszönet a mindenkori szponzoroknak, akik segítenek abban, hogy a gyerekek ne csak emléklapot kapjanak, azt minden alkalommal kapnak, hanem kapjanak valami kis ajándékot is, és elárulom, hogy ma is lesz valami abban a zacskóban. És köszönöm szépen, hogy hallgattak. Elárulom titokban, hogy ez a fesztivál így összeáll, idénkében sokszor találkoztunk, és mindig éreztem, hogy annyira lelkesen és odaadóan és szakmailag nagyon átérzi ezt a fesztivált, hogy nagyon jó volt vele dolgozni, és remélem, hogy sokáig fogja ezt csinálni, mert minden fesztiválnak egy-egy mozgatott embere kell, hogy legyen, mert a szívből jön és a szívre el, szokták mondani. És akkor folytatjuk. Kezdetekben nekem is volt együttes, én 20 alkalommal szerepeltem együttessel, és a kollégák, akik itt ülnek, például Justine, Lándi Eterka is, ő is 22 alkalommal, és még Egedi József még 24 alkalommal. Tehát van olyan felkészítő tanár, aki a kezdetektől itt van, és a napjaimban is jelentkezik együtteseivel. Az előfordul, hogy valamit nem tudott összeadni, és ezért nem 30, csak 24, de mégis itt vannak, és lelkesen támogatnak ezt a rendezvényt. Köszönöm. Most pedig a hála, a köszönet következik. Az előző fesztiválokon is, de a mostani talán még inkább fontos a köszönet, a hála, kifejezése a szép eredményekért, művészeti érvényekért. A szervező Sipos Tamásné és a fesztivál központ munkatársa Dalmai Rebeka ajándékot adnak át. És akkor hívom a kedves ajándékozottakat. Kérem Justine Lábi Etelkát, hogy az első fesztivál óta részes a rendezvénynek. Sőt, még egy török alól felszabadulás 400. évfordulóján is egy nagy fesztivál. 100 török furulyás vonult fel Győr városában. Tóth Nándorné, a Győr-megyei Jogú Város Kulturális Irodának volt vezetőjét és munkatársát, Pető Gáborné, aki a harmadik fesztivál óta beválasztotta a város fesztiváljának soraiba ezt a Furulya fesztivált. Ők már nyugdíjasok, de majdnem mindig itt vagytok, majdnem mindig. Mindig itt vannak. Fesztiválokon kívánjuk, hogy sokáig legyen örömetek ebben a csodában. Cigit Istvánné és Rákóczi Kálmánné, aki 20-26 alkalommal hozták furulyásaikat a fesztiválra, és vállalkoztak arra, hogy az elmúlt 30 év eseményei tablókon bemutatják. Itt megtalálható, itt az ajtó mellett, a fal mellett megtalálható. Cibik István nem tudott itt lenni, de ő is nagy lelkes híve a, nem csak a Fúria mozgalomnak, hanem a Kórus mozgalomnak is. Nagyon sok kórus vezetett,